Köszöntelek ismét a sorozatunkban, ez már a 166. nap. A mai napnak a címe Elintézetlen ügyek. Miért nehéz a lelki pásztorok munkája? És a mai napnak az igeverse a Tituszhoz írt levél 2. fejezetének 7. verse. Te magad légy példaképük a jó cselekedetekben. A mai napnak az alcíme az, hogy miért nehéz a lelki pásztorok munkája. A lelkipásztorok munkája egyrészt azért nehéz, mert ha valaki megtér, attól még nem lesz tökéletes. A Szentlélek lakik benne, a Szentlélek tökéletes, de ő maga nem tökéletes. A Szentlélek elkezd benne egy munkát. Minden egyes megtértre ki lehetne írni azt, hogy vigyázat, építési terület. Nem lehet tökéletességet elvárni egyik kereszténytől sem. Így például a lelki pásztoroktól sem lehet tökéletességet elvárni. De mégis Isten által van egy meghatározott léc, amit a lelki pásztoroknak hirdetni kell. És a lelki pásztorok nem úgy hirdetik ezt a lécet, hogy mi ezt már tökéletesen teljesítettük, hanem úgy hirdetjük ezt a lécet, hogy ez a cél, e felé kell tartani. Mert mindig lesz hova tartani az embernek, mint keresztény, míg ezen a földön él. Hiszen nem jutunk el egy tökéletességi állapotra. Nem jutunk el egy tökéletesen bűntelen állapotra. De ezt, hogy nem jutunk el egy tökéletesen bűntelen állapotra, sosem azért mondjuk, hogy akkor nyugodjunk meg, hogy akkor belefér az a bűn. Mert a célba az a bűn nem fér bele. A cél felé kell mennünk. Le kell raknunk ezeket a különböző dolgokat, és helyettük, hogy azok ne hiányozzanak, új, szent dolgokat kell magunkra venni. A Kolossi levél beszélt a levetkőzésről, a bűnök levetkőzéséről, és az istenes dolgoknak, a szent dolgoknak a felöltözéséről. És a mai alkalommal a Titusz levél van előttünk, amit ha megnézünk, Pál ír Titusznak, akit ott hagyott Krétán, hogy rendbe tegye a gyülekezetek ügyeit. Hogy Krétán a különböző városokban hozzon létre gyülekezeti vezetőségeket, nevezzen ki pásztorokat, és súlykolja beléjük, hogy milyennek kell lenni egy gyülekezetnek. Mire figyeljenek a vezetők, mit tegyenek. És Titusznak is elmondja, hogy mire figyelmeztesse őket. És azt mondja például az első fejezet, 13.-14. versében, miután Epimenidész idézi, azt mondja, éppen ezért kímélet nélkül fedd őket, hogy egészséges legyen a hitük, ne foglalkozzanak zsidó mondákkal és az igazságtól elfordult emberek parancsolataival. Azt mondja, hogy kímélet nélkül fedd őket. Ki tud így kedves lenni a gyülekezet előtt, ha azt a parancsot kapja, hogy kímélet nélkül fedd őket. Nagyon sokszor ez a lelkipásztor. Így tekintenek a lelkipásztorra. És ezért nem szeretik sokan a lelkipásztort, mert azt mondják, hogy na, megint jön az ember, megint elmondja, hogy mi nem jó. Persze azt is elmondja, hogy mi jó, de nagyon sokan azt látják meg, az marad meg bennük, hogy mi nem jó. De pont azért mondják el a lelkipásztorok, mert nekik ezt a célt kell szem előtt tartani, hiszen arra megy az ember, arra fut az ember. Ami természetesen nem egy teljesítményfutás, és nem is azt jelenti, hogy akkor most cselekedni kell, és nem hinni, meg Krisztusra támaszkodni, mert természetesen Krisztusra kell támaszkodni, és a kegyelem egy nagyon fontos része az életünknek. Maga az életünk. Maga az életünk az is, hogy a Szentlélek bennünk van, és formál bennünket, és alakít bennünket, és mi ennek átadjuk magunkat. És ha tovább menjünk itt a Titusz levélben, akkor azt látjuk például a 2. fejezet 1. versében, hogy te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással. Majd elkezdi felsorolni azokat a csoportokat, akiket inteni kell, és hogy mire intse azokat a csoportokat. És sorolja itt az idős embereket, az idős asszonyokat, a fiatal asszonyokat, az ifjakat, a szolgákat. Mindenkit inteni kellett.
Mindenkit inteni kell a gyülekezetben. Természetesen szeretetben kell inteni. Természetesen megértéssel kell inteni, empátiával kell lenni, ha valakinek nem megy valami, akkor oda kell állni, fel kell segíteni. Rengeteg időt kell eltölteni azzal, hogy valaki odaáll valaki mellé, és megpróbál neki segíteni. De természetesen nem mindenkinek lehet segíteni. És emiatt nem csak az a tag frusztrálódik, hogy ő nem érte el azt a kitűzött célt, de sosem fogjuk elérni ezt a kitűzött célt, de akkor is menni kell felé. Isten kegyelmével, Isten segítségével, Isten áldásával, az ő aktív munkálkodásával a mi életünkben természetesen. De ha valaki ezt nem akarja megtenni, az frusztrációt okoz a gyülekezet tagnak, és frusztrációt a lelkésznek is. És Pál azt is írja itt, hogy általánosságban nem csak különböző korcsoportok a gyülekezetben, hanem minden gyülekezetben álló, hogyan viselkedjék a világban. Mit lásson a világ belőlünk. Nem egy állarcot felvéve, hanem megint csak mifelé törekedjünk. Legyünk mindig hitelesek, de törekedjünk arra a jóra, amit mi el akarunk érni. És a váltság halála, és a velünk létele, és a vele való közösség, az a szeretet kapcsolat elég motiváló erővel kell, hogy bírjon minden keresztény életében, hogy munkálkodjon magán, hogy elérje ezeket a célokat. És itt a végére csak szeretnénk felolvasni egy rövid részt. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelyekük voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságokban és irítségekben élők, egymástól gyűlöltek és egymás gyűlölők, de amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, aki kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus a mi üdvözítünk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Igaz beszéd ez, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben előjárni, ezek jók és hasznosak az embereknek. Látjuk tehát, hogy vannak intések, vannak úgymond nógatások, de ott van az is, hogy Isten nélkül mindez nem menne. Hogy rászorulók vagyunk. A saját erőnkből nem megy. Vele viszont minden. Nélküle semmi, vele pedig minden lehetséges. És akik pedig nagyon ellenkeznek, és nagyon lázadoznak a gyülekezeten belül, róluk pedig ezt mondja. A szakadás okozó emberek elől egy vagy két megintés után tér ki, tudván, hogy az ilyen ember kivetközött önmagában, bűnben él, és magában hordja ítéletét. Látjuk tehát, hogy mennyire nehéz egy lelkipásztornak a feladata. Ezért mindenkit arra kérek, hogy szeresse a lelkipásztorát, segítse az ő munkáját. Ha valamit nem ért, akkor nyugodtan kérdezze meg őt. És ha mond valamit, akkor értékeljétek. Engedelmeskedjetek annak, hiszen Istentől veszi azokat a tanácsokat. Jobb esetben természetesen. De fogadjátok el az intéseket is úgy, mint hogy ő éppen akkor engedelmeskedik Istennek. És szeret benneteket, és azért nógat titeket, azért int titeket, mert jót akar nektek, és amivel csak tudjátok, segítsétek őt. Tapasztalatom szerint a lelkipásztorok ki vannak éhezve az értelmes munkára, az értelmes gyülekezeti munkára. Szeretnék azt látni, hogy a gyülekezet megy előre és fejlődik, és az emberek azok igényesek a hitükben. Kérjetek tanácsot a lelkipásztortól. Használjátok az ő ismeretét. Találkozunk a hónapjainkon is.